Hello, Tűtű! Hello! Mi újság? Semmi különös. Azért hívtalak, hogy mesélj nekem valamit. De nem csak neked, ha már mesélek, hanem a gyerekeknek is. Ők is itt vannak. Sziasztok! Persze, sziasztok! Úgy értem, akkor nekünk mesélj valamit. Választhatok? Hát persze, hogy választhatsz, Tűtű. Na, figyelj csak, akkor találd ki. Jaj, ebből a nagy nehéz könyvből... Válasszak neked valamit? Nem. Találd ki, hogy mit szeretnék én. Bár segítek, figyelj. Igen. Bár még egyszer mutatom. Ez mi? Aha, talán éhes vagy? Igen. Na? Húha, akkor nem a lovas mese jön. Dehogy lovas. És nem a dínos mese jön. Hát dínokat nem fogsz megenni, ez igaz. Na? Valami ételes mese? Igen. Mégpedig jó, segítek, mert nem fogod egyedül kitalálni. Nem. Kenyeres. Kenyeres mesét? Kenyeres. Hát az életben nem hallottam még kenyeres de mesét. Dehogy nem. Tudom, hogy van benne. Nézd csak ki. Várj csak, el kell kezdenem keresni. Jaj, hegyek. Egy kis patakról szól. Egyek, völgyek, kis patakok. Igen, ez egy kolamaciról szól. Az most nem. Vissza. Jó Istenem. Várjál csak, itt láttam valamit. Tűtű! Na? Gyerekek! Itt van egy kenyeres mese. De szuper! Na, akkor tényleg elolvasom. Jó, kezdte gyorsan. Gyorsan kezdem, gyorsan, te meg figyelj. És ti is. Stand Lilla Alíz írta, az a címe, hogyan lesz a búzából kenyér. Egy nap iskola után hazafelé vitt a busz. Miután leszálltam a buszról, léptem volna le a zebrára, de megállított a jelzőlámpa piros fénye. Ahogy várakoztam, befordult a zebrára egy nagy teherautó. Egy kátyú miatt nagyot zökkent. Ebben a pillanatban kicsapódott a hátulsó ajtó, és pár szem magocska kiesett az útra. Mivel épp a zebra mellé estek, azt gondoltam, hogy felmarkolok belőlük, de mire átértem, meggondoltam magam, már nyújtottam a karomat, hogy eldobjam a magokat, de egy hang rám kiáltott. Ne dobj el, te kislány, minket, mert mi adunk neked kenyeret. Jaj, ki hinne nektek, ti, apró magocskák? Mi vagyunk a búzamagok, útban voltunk a termőföldekre. Ha, mit keresnétek ti a termőföldeken? Ősszel a felszántott, elboronált földekbe vetnek minket. Idővel kihajtunk, télire a hótakaró megvéd a fagytól. Tavasszal újra elkezdünk növekedni, szárba szökkenünk, s mire köztünk megjelennek a piros pipacsok és a kék búzavirágok, mi is virágzunk, a mi virágunk a kalász. Testvérek vagyunk, mert egy kalászban fejlődtünk. Nyárra aranysárgává érünk, az aratógépek levágnak és kicsépelnek minket, a traktorok elszállítanak raktárakba és egyenesen a malmokba. A malomban liszté őrülnek, így utazunk tovább a pékségekbe. Ott vízzel és élesztővel kenyérmasszává gyúrnak minket. Kis pihenés után a kemencékbe ropogósra sütnek. Frissen így kerülünk a gyerekek és minden ember asztalára. Há! Már éppen egy dióskalács képe lebegett a szemem előtt, amikor zutty, felébredtem. Most vettem észre, hogy a buszon vagyok, és a táskámból egy kiflivé kacsingat felém. Eszembe jutott, hogy anyu cukros nudlival vár otthon. Az is lisztből készül, akárcsak a többi péksütemény. És krémes sok tészta a világom. Tütő. Igen? Aludjál el, itt a mese vége. Elfelejtettem. Várj. Most.